Egyre népszerűbb a webes vásárlás. Ma már nem kell feltétlenül elmenni az üzletbe, hogy egy adott terméket megvegyünk, hanem az interneten keresztül a világon bárhol megrendelhetjük a számunkra szükséges dolgokat. De a webshopok indítása is népszerű, egyre többen kezdenek ehhez kapcsolódó vállalkozásba. A témáról Gyetvai Szilárddal beszélgetek a következő percekben az iceweb.hu ügyvezető tulajdonosával. Köszöntöm Szilárd itt a stúdióban. Én csak gondolom, hogy ön is működtet ilyen jellegű oldalt, hogy a részletekről is tudjunk egy kicsit alaposabban beszélgetni. Hát korábban már üzemeltettünk több webáruházat, de az utóbbi időben rátértünk arra, hogy inkább az ügyfeleket szolgáljuk ki. Általában nekik megvan az a kereskedelmi tapasztalatuk, ami még kell általában egy webáruház működtetéséhez. Nos, hogyha áttértek arra, hogy az ügyfeleket szolgálják ki ilyen oldalak létrehozásában, akkor bizonyára nem kevesen vannak? Így van, egyre többen vannak évről évre. Korábban még általában azok üzemeltettek webárázat, vagy készítettetek webárázat általában olyan webfejlesztő csapatokkal, mint a miénk is, akiknek volt egy fizikai üzletük, és mellett akartak többletforgalmat elérni. Bár az utóbbi időben már egy olyan 4-5 éve pedig már egyre több inkább olyan vállalkozás van, akiknek nincsen fizikai boltjuk, nincs egy átvevőhelyük, hanem így országosan, vagy akár nemzetközileg próbálják kiszolgálni az ügyfeleiket. És az a tapasztalat, hogy ezek a webárazák már egyébként sokkal nagyobbak, nagyobb forgalmat érnek el, és sokkal nagyobb reklámköltséggel is rendelkeznek már, mint egy fizikai bolttal rendelkező, ugye, mert hogy ők országosan több ügyfelet érnek el, nagyobb költségvetésből tudnak gazdálkodni, és ezeket a webárazokat folyamatosan kell fejleszteni, mert már minden szegmensben megvan legalább 10-15 olyan konkurencia, akik nem csak jelen vannak, hanem ugye folyamatosan óriási reklámköltségeket és fejlesztési költségeket is alkalmaznak, ugye, hogy ők legyenek a legjobbak az adott piacon. Ha egy pár példát tudnánk mondani, hogy akik önöket megkeresik, mit árulnak a weben? Hát az egyik legnagyobb webárázunk most jelenleg egy ilyen, nem is tudom, hogy tudnám összefoglalni, általában ilyen műkörmös kiegészítőket árulnak. Ugye van több nagyobb márka, akiknek a beszállítói, és ugye régióban, 3-4 megyében ők a legnagyobbak, fizikai boltokkal is, de ők is webáruházzal kezdték, és ebből nőtték ki magukat. A másik, ami pont most indul, de már korábban volt nekik egy webáruházuk, csak mi kaptuk a megbízást, hogy modernizáljuk a honlapjukat, az pedig egy ruházati webáruház, de ez több mint 80 ezer terméke. Az igen. Én olyanról is olvastam az elmúlt években, hogy akár a munkapiacra visszalépő anyuka, kismama, hogy nem tudott már ott dolgozni, ahonnan annó eljött szülni, és ezt találta megoldásnak, és bejött, és azóta is ezt csinálja. Önök mit tapasztalnak, Szilárd, hogy kik kezdenek ilyen vállalkozásba? Hát általában azok kezdenek, akik ugye pont a munkapiaci változások miatt próbálkoznak érvényesülni, és ugye saját vállalkozást felépíteni. Nagyon sok olyan megkeresésünk van, akik vagy támogatás révén, vagy egy kisebb költségkeretet összegyűjtve félretéve próbálják elindítani az első webáruházokat. Ilyenkor nekik segíteni szoktunk, hogy hogyan tudnak elindulni, és melyek azok a szegmensek, amiben esetleg kisebb költségvetéssel is sikeresek tudnak lenni, hogy utána fokozatosan fejlődni tudjanak. Igen, nagyon gyakori az egyébként, mikor egy anyuka is mondjuk szülés után visszajön, és szeretne önállósulni, és egyébként is elég jó döntés, hiszen egy gyerek mellett rugalmasabb időbeosztással rendelkezhet, és az a tapasztalat, hogy egyébként működik, mert mint egy fizikai boltnak sokkal nagyobb kiadásai vannak már, mint az üzleti üzlethelyiségnek a bérleti díja, általában bejelentett alkalmazottak, még egy webáruháznál ugye általában a weblap jelenti a legnagyobb költséget, és onnantól kezdve fokozatosan nőnek a marketing költségek. Ez nagy költséget jelent egy ilyen weboldalnak a fenntartása, és hát gondolom, hogy folyamatos karbantartása, úgymond. Hát általában igen. Általában úgy szoktunk fejleszteni, hogy van egy egyszeri díj, és onnantól kezdve az üzemeltetési költséget kell csak megfizetni, mely elég elenyésző. Viszont aki folyamatosan fejlődni szeretne és a piacon szeretne maradni, azoknak havonta azért egy több 10 000 forintot kéne minimum fizetni havonta. Na most nézzük meg egy kicsit a vásárló oldaláról. Miért is jó nekünk vásárlóknak az, hogy nőnek a webáruházak, mármint hogy a soruk, egyre több van belőlük? Hát az egyik legnagyobb előny a kényelem. Ugye rengetegen mondjuk, akik dolgozunk, és nincs időnk a napi munka mellett még elmennünk és mondjuk bevásárolnunk, vagy éppen bármilyen terméket megrendünk, akár saját célra, akár ajándék célra.
Ez egyik legnagyobb, a másik pedig az olcsó úgymond ár, mert mivel több webáraz van, és nem pár kattintással elérhetőek az árak, ezért össze is hasonlíthatóak, ezért egyre olcsóbbak lesznek az adott termékek vagy szolgáltatások árai, így olcsóban is hozzáférhetünk az adott termékhez. Jó példa erre mondjuk az egyre több nagyobb ruházati bolt is már kéne házhoz szállítást, és olcsóbban, mint a fizikai üzletben, hiszen a fenntarthatósága sokkal egyszerűbb és kedvezőbb is, és közben pedig kényelmesen ki tudják szolgálni a vásárlóikat. Az ön szerint nem jelent gondot, hogyha kérdése van a vásárlónak, ugye azért egy üzletbe bemegyünk, egy ruhát megpróbálunk, akár biotermékek, táplálék kiegészítők, ezekkel kapcsolatban azért az emberben felmerülhetnek kérdések. De hát gondolom, hogy ez a kommunikáció is leképezhető webes nyelvezetre. Igen, hát régen ugye volt egy webáraház, és volt egy e-mailes felület, amin általában 48 vagy 72 órán belül válaszoltak, ami általában már azt jelentett, hogy sokszor elévült egy vásárlás. Manapság annyira felgyorsultak ezek a vásárlói igények, hogy a weboldalakban is olyan fejlesztéseket szoktunk már integrálni, vagy saját magunk fejleszteni, amikkel például egy gyors ügyfélszolgálatos ablakot is el lehet érni azonnali kérdéssel. Ezek olyan eszközök már, hogy jelzi, hogy az adott látogató, akinek kérdése volt, hogy éppen melyik termékeket nézte meg a weboldalon, és így céltudatosan tud olyan válaszokat adni, amiket a vásárló szeretne. Például nagyon sokan csak annyit kérdeznek, hogy érdeklődök az adott termék iránt. És ugye ilyenkor egy megfelelő szoftver vagy fejlesztésre van arra szükség, hogy melyik terméket nézte jelenleg. És így tudnak segíteni, és én úgy gondolom, hogy ez már úgy nem hátrány, mert ugyanolyan azonnali kommunikáció létrehozható már az interneten is, mint egy fizikai üzletben is. Én gondolom, hogy egy kicsit a pszichológiára is figyelni kell ebben a témában, hogy az ember szeret kapni. Talán egy kicsit az is benne van, hogy jön a csomag, mindjárt érkezik. Hát nyilván ki kell fizetni, csak hogy ugye az ember meg is lepi egy kicsit magát, illetve hát egyszerűbbé teheti a hétköznapjait azáltal, hogy fizikálisan mondjuk 5-6 üzletet nem jár végig, mert mondjuk valóban nincsen ideje, vagy egyéb más dolog miatt akadályoztatva van. Az, hogy webshopokban tudjunk vásárolni, vagy akár azt fent tudjuk tartani, azért az elengedhetetlen, hogy jó lefedettsége legyen ugye az internetnek, tehát hogy mindenki hozzáférjen. De hát azt gondolom, hogy Magyarországon ez már megoldott. Ugye? Így van. Hát ugye még 15 év volt, mikor jobban megjelentek a háztartásokban az internet, és az okos eszközök megjelenése, mint például a mobiltelefon és táblagépekkel, a hozzátartozó előfizetésekkel még jobban elterjedt, és ennek köszönhetően a netes vásárlások is rohamosan növekedtek. Így mondhatnám azt, hogy pont emiatt is van ekkora igény a fejlesztésekre, hiszen egyre többen látják azt, hogy korábban mondjuk még egy 5 évvel ezelőtt mondjuk az aktív vásárlók nem érték el a 500 000-t, most ennek a háromszorosa, és még további növekedésre számíthatunk. És hogy egyre gyakoribb ugye a külföldi nemzetközi vásárlások is, nem véletlenül van az, hogy a futárvállalkozások általában már nehezen bírják azokat a csomagmennyiséget, van is benne egy olyan is, hogy igen, hogy jó kapni, de ugye a kényelmi vásárlás az, amit szerintem a legnagyobb húzóerő. És nem biztos, hogy ez ugye csökkenő irányt fog váltani a jövőben, tehát azt gondolom, hogy ez még inkább elborjánzik. Köszönöm szépen, Szilárd, hogy tájékoztatott bennünket. Köszönöm neki.